Női kézlabda csapatunk a szurkolók előtt is bemutatkozott, ugyanis szerda délután nyílt edzést tartott az Elek Gyula arénában. Az edzés után Nyíri Zoltán klubunk operatív igazgatója elnöki elismerő oklevéllel gratulált a junior válogatottal világbajnoki címet nyert három fradistának, Márton Grétának, Háfra Noéminek és Faluvégi Dorottyának. Fantasztikus teljesítmény nyújtottak a Ferencváros első junior világbajnokai női kézlabdában, hiszen az országnak is az első junior világbajnokságot nyerték a lányok, ezért azt gondoljuk, hogy minden elismerést és minden köszönetet megérdemelnek. Ezért Kovató Gábor elnök úgy döntött, hogy egy elnöki elismerő oklevélben és ehhez tartozó ajándékkal lepi meg a lányokat. Engem ért a megtiszteltetés, hogy ezt én átadhattam a lányoknak. Szakosztályunk a tréninget követően közönség találkozót is szervezett, amelyen szurkolóink kötetlenül beszélgethettek és fényképezkedhettek a vezetőkkel, valamint a keret összes játékosával. Mindig jó tényleg, hogy nem csak itt a meccsek után találkozunk egy pár pillanatra, és akkor így tényleg közvetlenebb beszélgetések kötetlenek tudnak lenni, és bárkinek bármi kérdése van, oda tud jönni. És nyilván ez a szurkolóknak is azért nagyon jó, meg nagy dolog, hogy így csak úgy leülhetnek velünk, de nagyon jó hangulatban telik tényleg, azért nagyon sok az ismerős arc. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér, e két szín mindennél többet ér.